Hogyha egy rendszer rossz, akkor én nem fogok pénzt adni egy olyan szervezetnek, amelyik ennek a rendszernek a támasza. Mert a támasza vagytok ennek a rendszernek. Nem a rendszer részének tekintjük magunkat, hanem nagyon hangos kritikusának. Mit csinálsz azzal az emberrel, akihez a rendszer nem ér el, mondjuk megvernek egy fiatalt, vagy találnak nála füvet, és nem tudom én, túl alkalmazzák, akkor mondjuk azt, hogy úgyis korrupt a rendszer, nem baj, te csak szívjál. Az, hogy a TASZ meg tud védeni ezek közül egy tucatot, vagy két tucatot, az megnyugtatja a mi lelki ismeretünket, és úgy érezzük, hogy a rendszer ugyan nem az igazi, de itt vannak ezek a nagyon jó lelkű liberális fiatalok, ezek problémákat kiigazítják, ami hazugság. Akkor te azt mondod, hogy nincs szükség a TASZ-ra, nincs szükség ilyen típusú tevékenységre, egy dologra van szükség, mindig forradalom. Dobáljunk kézigránátokat, és legyen Puzsér az elnök. Én itt egy futótüzet látok, és ti pedig meg akarjátok menteni a zongorát, hogy azt ki lehessen hozni a házból, mert az nagyon értékes. Nem ez de amúgy akkor a... nem adsz pénzt a hajléktalannak, sem meg a szegénynek? Érted? Arra adnék pénzt, hogy számoljuk fel a hajléktalanságot, azzal a százassal, amit a hajléktalannak adok, azzal fenntartom a hajléktalanságot. A rendszer bukjon meg a civil szervezetekkel együtt? Nem, hát szerintem a civil szervezetek maradjanak, a rendszer közben változon, de a kettőt miért kell összemosni? Olyan rendszert létrehozni, ahol nincsen szükség arra, hogy az igazságtalan jogrend által a jogaikból kisemmizett embereket valaki megvédje. Ez a hozzáállás is fenntartja egyébként ezt a rendszert. Ilyen rendszer nincs, felejtsük is el. Hát nem, ez a pragmatizmus, ez az ügyvédek sajátos pragmatizmusa. Az pontosan úgy bánik, ez olyan emberekkel, akiken tud segíteni, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. Jogállamban a pénz a fegyver, ezt József Attila írta, és pontosan tudta, hogy erről van szó, ennek a szellemében nem adok nektek egy fillért sem. Nincs, akkor te mit mondanál? Minek kellene lennie helyette? Mi vagyunk azok, akik a rendszer hibáira rámutatunk, akik igyekszünk felvillantani olyan példákat, amik külföldön működnek, és közben egyébként nem tűrjük az igazságtalanságot, és segítünk az egyénnek is. Tudod, hogy mi a dolga, hogy te igazából csak pofázol, mert ne haragudj, és de közben semmit nem csinálsz. Nyilvánosságra hoztam, hogy a nőket, a női dolgozóikat, pénztárosaikat a menstruációjuk idején piros szalaggal a hajukban dolgoztatták, ezért a Lidl engem beperelt. 1 millió forintra, a kollégámat szintén beperelte 1 millió forintra, gátlástalanul zsaroltak és fenyegettek, és akkor a TASZ-hoz fordultam, ha valamiért, akkor ezért azt érzem, hogy így jövök nektek egyel, úgyhogy egyetlen egy szoros ezerest hajlandó vagyok kirakni elétek, de többet nem. Na, ez egész jó hangzik. Én viszont a saját meggyőződésemet és a saját véleményemet is félretéve veszek részt ezen a kibaszott vitán, és hozok fel olyan érveket, amikkel egyébként nem gondolom úgy, de pusztán csak azért, hogy te elmondhast, hogy te már gyerekkorodtól azokat az embereket beszélőd, akik szerencsétlen szarvai egy segítő kezet nyújtanak, te ilyen neveltetést kaptál, te kezdetektől. Én a Csillagszületükben megmondtam, hogy én a Jámbor bácsi vagyok, a bácsi apuka, te bazd meg később jöttél, neked a rossz rendőr jutott.